Az állatoké a főszerep a Hungária Nagy Cirkusz idei repertoárjában. Nem is egy, hanem két indiai elefánt is megjelenik az előadás alatt. Az egyik 5 tonnás állatot még arra is rávették, na de ezt nem mutatjuk meg végig, nem akarjuk lelőni a poént. Szupersztárokat nagyon nehéz megnyerni, mert nagyon sok a szerződésük, és tudnélik, ki kell várni a sort, úgymond Magyarországon. Na most mi igyekeztünk a műsorunknak a színvonalát és a bohócokat, különleges bohócokat szerződtettünk, tehát ami kell a közönségnek, hogy kiemelje a humort. A bohócok idén Ukrajnából érkeztek, és hogy mesterei szakmájuknak jelzi, még a moszkvai cirkuszfesztiválon is díjazták őket. Ők tűnnek fel a legtöbb jelenetben, olykor még le is lassítják a produkciót, hogy a közönség minden pillanatát élvezni tudja. A TikTok duo profizmusára jellemző, hogy a színpadi átállásokat tökéletesen kitöltik. Persze, ezt is sokat kell gyakorolni. 2 hét próba van, össze kell állítani a műsorszámokat, az állatok, hogy szokják az új helyet, a műszaki gárdának a felügyelete ugye az állatok mellett, és itt az asszisztálás, itt a zene, a fénytechnika, itt mind, tehát 2 hét próba az, hogy ez úgy sikerüljön, mint ahogy most láttuk. Az idei szezonra hazatért Elizabeth Axt, az elegáns produkcióban az artista fejen áll a levegőben függő trapézon, ott, ahol egyszerű halandó még állva is remegve próbálkozna. A Monte Carlo-i cirkuszfesztivál különdíjas poroncsillagát ma már az egész világon jól ismerik. Örülünk, hogy ezt a magyar produkciót is Axt Elizabeth személyében megnyertük, mert tudnélik, Amerikától Japánig és a világ különböző nagy cirkuszaiban, kizárólag csak a nagy cirkuszaiban volt látható. Tehát elértük most azt az idén, hogy a Hungária Cirkusz ismét egy magas színvonalú műsort képviseljen Magyarországon, ami szép hazánkban. Az idei szezon különlegessége egy hüllősó. Itt pitonkígyok, kaimánok és óriás teknősök mellett egy 4 méteres Mississippi aligátorról kiderül, hogy olyan jól nevelt akár egy kiskutya, kérésre magától megy vissza a helyére. A majdnem 2 órás előadáson 60 állatot láthat a közönség, a szünetben pedig akár fel is lehet ülni az egyik elefánt hátára. Ekkor tudjuk meg azt is, hogy mindenkinek több feladata is van. A konferenciának például arra is figyelnie kell, hogy mindegyik kedvencnek legyen mit ennie. Kimondottan van egy nagy, hatalmas kamionunk, kizárólag csak a szénának, az elefántoknak, pupostevéknek, lámáknak, lovaknak, stb. Ez elég nehéz beszerezni, mert mindig megérkezünk egy új helyre, akkor ugye beülök az autóba, elmegyek és keresni kell, elmegyünk különböző állattartókhoz, gazdaságokhoz, ahol van széna, megveszünk egy egész kamionra való, tehát előre, tehát nem szabad megvárni, hogy ez elfogyjon. A társulat március 15-ig Győrben a 83-as út melletti Tesco-nál vendégeskedik, majd azután a jövő hét második felében Mosamagyaróváron az Itatónál vernek sátrat.